Csütörtökön, szeptember 16-án vette kezdetét az Európai Mobilitás Hét. Kalocsa már megszokhatta, hogy minden évben csatlakozik a város ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez. Ez az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Napot jelenti. Kalocsa városa most már hosszú évek óta minden évben csatlakozik ehhez az országos, sőt nemzetközi kezdeményezéshez. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz sikerült egy pályázatot benyújtanunk, aminek az eredménye ugye sikeres lett, és ezért igen gazdag programot és programsorozatot tudtunk összeállítani. A kisiskolások is csatlakoztak ehhez az eseményhez, akiknek egy akadálypályával és rengeteg ajándékkal kedveskedtek a szervezők. Ez ugye minden évben szeptember 16-tól 22-ig tart, tehát ez egy kötött időpont. Mi 16-án meg is kezdtük ezt az aktivitást, de nagy örömmel vettük észre, hogy az általános iskolások csatlakoztak ehhez a programhoz. A tegnapi napon több száz kisiskolás tudott ügyességi pályán részt venni, akadálypályát teljesíteni rollerrel, kerékpárral, bármilyen olyan eszközzel, ami az autómentességet ugye hangsúlyozza. A nagyobbak azok Kresztotót is tölthettek ki, Kreszteszten vehettek részt, tehát ők a gyakorlati tudás mellett az elméleti tudásukat is próbára tehették. Szerencsére idén is tudtuk őket jutalmazni, a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig, sőt, aki tesztet töltött ki, már vajon milyen ajándékban részesült, a hibátlan teszt kitöltői között pedig még értékesebb ajándékokat tudtunk osztani. Mint ahogy minden évben, a legkisebbeket is aktivitásra szólították. Nekik is sok mindennel készültek. Ők az ügyességi pályán kívül minden évben egy rajzpályázaton vehetnek részt, aminek a fő mondani valója az autómentes közlekedés hangsúlyozása, és mindig kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy óvodás fejében hogy képeződik ez le, hogy mit jelent az autómentesség, milyen következményei vannak, miért fontos. Ezeket a rajzpályázatokat, ezeket a rajzokat egy szakmai zsűri fogja elbírálni, és itt is értékes ajándékokat tudunk osztani azoknak a gyerekeknek, akik részt vettek ezen a rajzpályázaton. A város lakóit is mozgásra szeretnék bírni. Szombaton egész nap csatlakozhatnak ehhez a kezdeményezéshez. Arra is minden évben figyelünk, hogy ne csak az intézményeket szólítsuk meg, hanem a város lakosságát is. Idén nagyon nagy programokat szerveztünk, 3 olyan aktivitásunk van, amire a város lakossága csatlakozhat 0-tól 99 éves korig. Ennek az első eleme lesz szombaton, 9 órától 19 óráig leszünk kint a Kubikus Parkban, hogyha ide bárki eljön és beregisztrál oda hozzánk, akkor vagy futva, vagy kerékpárral, vagy sétálva, vagy rollerrel teljesít egy adott időintervallumot, amit mi feljegyzünk, és szeretnénk elérni, hogy legalább 2021 percig mozgassuk meg a város lakosságát. Itt matricákat fogunk osztani, amit nem árulunk el, hogy később milyen jelentőséggel bír majd, de természetesen ajándék nélkül senki nem fog távozni a rendezvényekről. Vasárnap fő témája a kerékpározás lesz. 2 időpontban fognak indulni Meszesre. Vasárnap kerékpározás lesz a fő program. 2 rajtal szeretnénk ezt megvalósítani. A Diego-tól indulunk 10 órakor és 11 órakor. Itt egyszerű a feladat, ki kell tekerni a Meszesi Dunapartra, ahol szintén ajándékokkal és a rejtélyes matricával várjuk majd a résztvevőket. Kedden pedig a Fuss kedvedre rendezvénysorozatunk indul meg. Ez egy éjszakai, illetve sötétedésben nyúló program. Este 7 órakor indulunk a Kubikus Parkból. Célunk az, hogy a futás még világosban kezdődjön, de már sötétben érjen véget. Ez sem véletlenül van. Itt nyilván olyan ajándékokat szeretnénk osztani a résztvevőknek, ami a sötétedés utáni közlekedésben nyújt majd biztonságot nekik a későbbiek során.